Több ezer fiatal a Csaba Parkban, két napos a pályaválasztási vásár. Útfelújítás, másfél milliárd jut erre a Modern Városok programban. Világsztárok Békés Csabán, magabiztos győri siker a Viharsarokban. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Pályaválasztási vásár tartott a Békés megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya. Több ezer fiatal érkezett a Csaba Parkba, ahol munkáltatók és képző intézmények igyekeztek segítséget nyújtani a pályaválasztás vagy a pályamódosítás előtt állók számára. Ezzel a táncelőadással nyílt meg a Hello Melona, de melyik szakma című rendezvény. A pályadöntését elősegítő rendezvényen és a pályaválasztási vásáron az iskolákkal, a felnőtt képzési intézményekkel, munkáltatókkal személyesen találkozhattak a pályaválasztás előtt álló fiatalok és a pályakorrekcióra kényszerülő felnőttek. Az ápolók mindennapi munkájába is betekintést nyerhettek. Én kint tanulok legtöbbet a kórházba, amikor látom, amikor elvégzem, amikor én csinálhatom meg. Túl nagy nehézsége nincs, tanulni kell nagyon, de azáltal, hogyha én tudom, és ezt kint fel is használhatom, örülök, és egy öröm tölt el. A rendezvény legfontosabb célja, hogy olyan információt nyújtson a pálya, szakma és iskolaválasztás előtt álló általános iskolák, közép- és felsőfokoktatási intézmények tanulói számára, amellyel segítheti a munkaerőpiaci igényekhez igazodó pályadöntés meghozatalát. Az a célja az ilyen rendezvényeknek, hogy közelítse a piacképes szakmákhoz a diákságot, amiből majd jó munkahelyük lesz, tudnak érvényesülni, és elégedettek lehetnek a munkáltatók is. A kétnapos eseménynek a Csaba Park adott otthont csütörtökön és pénteken 10-től 16 óráig. Mezőmegyer több utcájában is folynak útfelújítási munkák. A Hódút Kft. És a Duna Aszfalt Kft. Július közepén kezdték meg a kivitelezést. Jelenleg a város több területén folyik az utcák rendbetétele. Mezőmegyer fő utcájában éppen az aszfaltot dolgozzák fel a kivitelezők. A Vas, a Nyárfa, a Dohány utca sarkán és a fő utca két pontján is aszfaltozzák az utakat. Hátra van még a Dohány utca és a Nyárfa utca, a többi utcában az aszfaltozás befejeződött tegnap előtti nappal. Itt majd a patkaépítés, kapubejárók rendbetétele fog megkezdődni várhatóan jövő hét elején. Békés Csaba a Modern Városok program keretén belül másfél milliárd forintot fordíthat idén útfelújításra. Békés Csaba nyegő város a Modern Városok program keretéből másfél milliárd forintot útfelújításra tud fordítani nettó összegbe. Egy bizonyos összeget meghagytunk a Földes utcáknak a tervezésére. Ha az elkészül, akkor tavasszal arra is forrás próbálunk találni. Az aszfaltozás szerdán fejeződött be, a patkázás, területrendezés és a végleges átadás október 24-ére tehető. Ezt követően a Gálik, az Őr és a Pátkai utcán folytatódik majd a munka. A kivitelező arra kéri a lakókat, hogy a munkába vett burkolat felületeken ne álljanak meg, ne várakozzanak gépjárművel. A burkolt felületen hagyott járművek akadályozzák a munka előrehaladását, meghosszabbítják a kivitelezési időt, egyidejűleg növelve az érintett lakóövezet zaj és porterhelését. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat az ország egész területén október 10-e és 15-e között. A Tispol műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján elsősorban a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Az ellenőrzés kiterjed az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is. Azt gondolom, hogy ezek az ellenőrzések és az azt beharangozó média megjelenések arra nagyon jók, hogy visszaszorítsuk olyan jellegű szabályszegéseket, amelyek ezekkel kapcsolatosak, és bízunk abba, hogy egyre kevesebb szabályszegésnél kell majd a kollégáinknak intézkedést folyósítani. Munkatársakat toboroznak a hamarosan békésen felépülő börtönbe. A jelentkezőket pszichológiai alkalmassági, fizikai felmérés, egészségügyi állapot felmérés és nemzetbiztonsági vizsgálat várja.
Első körben a biztonsági feladatokat ellátó leendő alkalmazottak felvételi eljárása folyt. Ennek része a pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálat is. Az írásbeli teszt kitöltése után fekvőtámasz, fekvenyomás, felülés és különböző az állóképességet mérő feladat sor várta jelentkezőkre a Békési sportcsarnokban. Az 500 fő befogadására alkalmas intézetben megközelítőleg 250 fő számára teremtenek új munkahelyet. Fizessen a kormány a lakosság helyett, fogalmazott a szemétdíj botránnyal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Kocsi Hatünde önkormányzati képviselő. A Jobbik politikusa felidézte, 3 héttel ezelőtt még azt lehetett hallani, hogy ütemezetten több részletben küldik ki az elmaradt csekkeket. Kocsi Hatünde a legfrissebb hírekre reagálva, miszerint egy összegben kell kifizetni a több mint fél éves tartozást, elmondta, a kormánynak nem szabad hagynia, hogy több ezer család ilyen nehéz helyzetbe kerüljön az iskolakezdés kiadásait követően. A Jobbik politikusa hangsúlyozta, a meggondolatlan törvényalkotás okán felhalmozott költségeket nem a lakosságnak kellene korrigálnia. Ez a ad hoc módon történt törvényalkotás nem az emberek hibája, ezért ezeket a költségeket semmiféleképpen nem szabad sem az önkormányzatokra, sem a lakosságra hárítani. Így a Jobbik felszólította a kormányt, hogy az urizálás helyett a luxus kiadásokra, helikopterekre költött milliárdok helyett a központi költségvetésből oldja meg a saját maga által okozott problémát és finanszírozza ezt a veszteséget. Akár a következő 100 évre elegendő munkát adhatnak a régészeknek az ismert, de eddig fel nem tárt lelőhelyek Békés megyében. A már összegyűjtött leletek is rengeteg információval szolgálnak. Ebből a honfoglalás korát emelte ki Meggyesi Pál régész a Munkácsy Mihály Múzeumban tartott előadásán, amelyet a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület szervezett. Leleknek pedig a Zarándi Istvánságot adta. Na most ez azért, hogy Békés megye területe, a területének egy része valamikor Zarándi megyéhez tartozik, és a nyelvészek szerint a velek szavunkból keletkezett a vé lekopásával az elek szó, és elek nevű településünk van, ami nyilván a személynévből alakult ki. A honfoglalás korát érintő békésmegyei régészeti kutatási eredményekről tartott előadást a Városvédő Esték sorozatban Meggyesi Pál. A régész elmondta, a környék nagyon gazdag a 10-11. Századról tanúskodó leletekben. Eddig mintegy 170 ebbe a korba tartozó lelőhelyet sikerült azonosítaniuk. Számos olyan leletünk van Békésmegyében, amely komoly adatokat szolgáltatott a korszakhoz, tehát például Orosházán egy női sír került elő, ennek a ruháját sikerült rekonstruálni, és ez alapján ugye a megye is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak női viseletét minél jobban megismerjük. A Városvédő Esték elsősorban Békéscsaba kulturális intézményének életével igyekszik megismertetni az érdeklődőket. A múzeummal is rendszeres a kapcsolatuk. Így született az előadás ötlete. A régészet azért mindig érdekli az embereket, még az idősebb korosztályt is, akinek közé azért egyesületünk tagsága tartozik zömmel, és hát azt a lehetőséget, hogy itt most egy szakembertől az általa a föltárt anyaggal is a munkával megismerkedjünk, ez arra indította egyesület vezetőit, hogy próbáljuk meg, és akkor ezt betettük a évi programunkba. Az egyesület már tervezi a következő programját, legközelebb a vasútállomást, azon belül pedig az utasok elől elzárt területeket is meglátogatják majd. Ékszerek, képek, papírcsíkokból. Perce Edith 3 éve találkozott a quilling technikával, azóta díszek százai készültek a keze alatt. Bemutatkozó kiállításán ebből a nagy gyűjteményből hozott el párat. Az alkotó nyomdász családból származik, így a papír szeretete régre nyúlik vissza. Mint mondja, hosszú gyakorlással sikerült elsajátítani ezt a kevésbé ismert technikát. Mára ékszerek, képek, kísérőlapok és karácsonyfa díszek is megtalálhatók a munkái között. A kiállító ugyanakkor szeretné, ha minél többen megismernék ezt a különleges technikát, amelyhez papíron és ragasztón kívül nem kell más, csak kreativitás. Én nagyon szeretnék inkább kisiskolás gyerekeknek tartani valamilyen tanfolyamot, hogyha ez érdekelne bárkit is. Tehát gondolok itt napközire, vagy játszóházra.
Szabadság ott van, ahol megszűnik a félelem. Jubileumi 56-os kiállítást rendezett a Savio Szentdomonkos Katolikus Általános Iskola. Összefogással készült el az emlékkiállítás az önkormányzat által meghirdetett pályázatra. Több relikviát is felsorakoztattak az intézmény aulájában. A paravánra került többek között az államosítás előtti iskolatábla is. Ne féljetek, áll a feszület felett. A Szentírás Eden idézetének szellemében állították össze az 1956-os jubileumi kiállítást a Savioban. Több különleges relikvia is kiegészíti a kiállítást. Például ez a hegyi kristályból készült szentolvasó, vagyis rózsafüzér. Ennek az eredeti tulajdonosa Mindszenty Bíboros, a Magyarország utolsó hercegprímása, aki annak idején az amerikai nagykövetségen eltöltött fogsága idején ajándékozta egy kalocsai iskolanővérnek, aki segített neki a mindennapi élet dolgait ellátni. Ezt a fából készült keresztet pedig Fekete Pál az 1956-os események alatt különleges bátorságot, leleményességet tanúsító díszpolgár ajánlotta fel a páduai Szent Antal templomnak. Onnan került ideiglenesen az iskolába. Te perses rác, te bősötősek, bontottad ki drága véredet, és a kivívott szent szabadsága megkapod érte véredet. Az aulában elhelyezett három paraván a forradalomhoz vezető néhány év eseményeit ábrázolják. A forradalmi eseményeket majd a forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás éveinek történéseit. Az egyházi iskola az államosításra is emlékszik egyben. Ebben a kiállításban szerettük volna az egyház részvételét is kidomborítani, tehát hogy mi hogyan érintette az egyházi intézményeket, a híveket, a papságot az 56-os forradalom. Hiszen ez az ideológia, amelyik tevékenységének köszönhetően kirobbant ez a forradalom, az egy vallásellenes ideológia volt. Szülők, gyerekek és az iskola munkatársai hívták életre a kiállítást. A gyerekek papírgalambokat készítettek, a szülők barikádot vitték és festették. Szívvel, lélekkel mindenki hozzáadta a saját tehetségét, tette hozzá a tanárnő. A sport és az egészség volt a középpontban a 25. garamonciás napok harmadik napján. Ebben az esztendőben is ezen a héten rendezték a középiskolai sportparádét, amelyen 12 intézmény diákjai 7 sportágban mérkőztek meg. A fiatalok a jól megszokott sportágak, a labdarúgás, a kézilabda és a streetball melletti már hagyományosan sárkányhajú versenyen is összemérhették tudásukat. A diákoknak nem csak egymással, hanem az időjárással is meg kellett küzdeniük, hiszen folyamatosan esett az eső az élővíz csatornán rendezett megmérettetés alatt. A 20 tanulóból álló egységeknek kiváló csapatmunkára volt szükségük a jó eredmény eléréséhez. Nagyon fontos ugye eleve a fölkészülés, illetve az összhang, hogy egyben legyenek az emberek, együtt dolgozzanak, együtt tudjanak kevezni, és mindent egyszerre tudjanak csinálni. A versenyzők között voltak olyanok, akik először próbálkoztak ezzel a sportággal, de voltak olyanok, akik már a korábbi években is helyet kaptak a csapatban, így a rutinjukkal segíthették a társakat. 2 évvel ezelőtt csak szurkoltam, de tavaly én doboltam, és akkor is már egy összeszokott csapat volt, idén még összeszokottabbak vagyunk, úgyhogy remélem, elsők leszünk. A sárkányhajósok viadalát végül a nagy létszámú iskolák összetett versenyéhez hasonlóan az Andrássy gimnázium nyerte, míg a kis létszámú intézmények között az evangélikus gimnázium diadalmaskodott. Hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek a daganatos megbetegedések, egyre fiatalabb korban jelentkezik a cukorbetegség. A garabonciás napokon az egészséges életmódra, valamint a megelőzésre is kiemelt hangsúlyt fektettek a szervezők. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban dr. Ferenci Attila látta el hasznos tanácsokkal a középiskolásokat. A házi orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok a szórakozás mellett a jövőre és az egészségükre is figyeljenek. Tudni kell, hogy a későbbiekre kihatással lehet ez az életmód, úgyhogy azt tanácsoltuk itt nekik, hogy lehetőleg tudatosan építsék az életüket, sportoljanak, mozogjanak, mértékletességet tanúsítsanak a különböző élvezeti szerekben, és így akkor egészséges felnőttek, talán egészségesebb idősek is lesznek belőlük. Az olimpiai bronzérmes Márton Anita riói élményeiről tartott beszámolót, és a sportolás a testmozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. A kiváló atléta azt is elárulta a beszélgetésen, hogy ő is tudatosan étkezik és folyamatosan figyel az egészségére.
A jó edzésmunkát úgy tudjuk elvégezni, hogyha maximálisan egészséges állapotban vagyok, így ezért a mindennapokban is ez tehát nagyon belefolyik. Mindig fontos, hogy egészséges legyek, hogy egészségesen táplálkozzak, és ugye nagyon fontos, hogy el tudjam kerülni a különböző sérüléseket, így minden, gyakorlatilag a test minden apró kis jelzéseire próbálunk odafigyelni, hogy ki tudjuk küszöbölni, hiszen akár ugye egy egész szezon is elúszhat egy sérülésen. A jelöltek kérdéseire azt is elárulta a csabai versenyző, hogy ha 2024-ben Budapest rendezi az ötkarikás játékokat, akkor ő is ott szeretne lenni a mezőnyben. 30 percig bírták a világsztárokkal felálló győriek iramát a Békés csabai kézislányok. A mérkőzés második félidejében a Bajnokok Ligája ezüstérmes uralta a találkozót és fölényes győzelmet aratott a városi sportcsarnokban. 5 percet kellett várni a találkozó első góljára, amelyet a csabaiak szereztek. Az első negyed órában nem találta a ritmust a nagy nevű rivális, azonban a csabaiak sem tudtak meglógni, egy kettős ember előny is kihasználatlanul maradt. A 17. percben még 4-4-et mutatott az eredményjelző, innen azonban a vendégek léptek el, a csabai támadásokat többnyire Jovana Kovácsevics fejezte be. Az első félidő 7 csabai találatából 5-öt a szerb átlövő szerzett. Jól védekeztünk az első fél időben, próbáltuk a legjobb teljesítményünket nyújtani. Ennek meg is lett az eredményem. Csak 12 gólt kaptunk, de a második fél időben a Győr átfutott rajtunk. A fordulás után a Bajnokok Ligája ezüstérmes vendégek növelték a tempót. 15-10 után egy 10-1-es sorozattal hízlalták az előnyt, és végül magabiztos 33-16-os győzelmet arattak. Nem készültünk együtt a válogatott szünet miatt. Teljesen normális, hogy a hosszú utazás után egy jó hazai csapattal szemben lassabban lendültünk bele. Főleg a mérkőzés elején nehezen szereztük meg az első góljainkat. A védelem az egész meccsen jól működött, ennek köszönhetően fokozatosan tudtuk növelni a különbséget. A lilafehérek nagyot küzdöttek ezen a mérkőzésen, de a második félidőre elfáradtak, több technikai hibát vétettek, így nem tudtak szoros eredményt kiharcolni a világ egyik legjobb csapatával szemben. De ez a kis marokki csapat óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy képben maradjon. Én úgy gondolom, csak gratulálni tudok a lányoknak, amit tettek, akartak a védekezésünkben, rendben voltak a dolgok, különösen az első félidőben. Igazából az maradt el, amit mindig azt gondolok, ennek a játékos savos a gól. Tehát azok az emberek, akik ezt meg tudják oldani. A csabai együttes jövő héten a Hajdúnánás ellen a Magyar Kupában a továbbjutásért lép pályára, míg a Kispesttel szemben az első bajnoki pontokra hajtanak majd a lilafehérek. Híradónkat látták, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!